városlakó szemmel nézve tavasszal és nyáron áldás a sok zöld felület, a sok fa. Ősszel viszont inkább bosszúsággal szemléljük a lehulló faleveleket, és azt, ahogy szőnyegszerűen borítják be az utakat, járdákat. Pedig ez természetes. Az önkormányzat meg is tesz mindent annak érdekében, hogy minél előbb eltűnjenek a lehullott falevelek. Mezei Zsolt alpolgármester szerint ebben az időszakban minden érintett azon dolgozik, hogy hatékonyan el legyen végezve ez a feladat is. A DVG-s kollégák, a DHF-es kollégák, a Dunanetes kollégák ebben az időszakban talán minden erővel azon dolgoznak, hogy a faleveleket el lehessen tisztítani a közterületeinkről, és azt gondolom, hogy látszik is ez a munka. Hol kézi erővel, hol géppel, hol mindenféle szerszámmal szedik őket, hogy minél kevesebb maradjon a földön. Egy picit változtattunk az idén ennek a metódusán, látván a tavalyi tapasztalatokat, illetve a tavaly előtti tapasztalatokat, tehát azokat kértem a DVG-től, azokat az útvonalaknak a takarításától, ahol mind a Kisvasmű út, hogy könnyebben el tudjam mondani, mind a Kisvasmű út tele van végig platánnal, és majdnem egyszerre hullik le rengeteg mennyiségű falevél, és utána az csúszós, vigyázni kell a járdákon, tehát a járdákat és a mellette lévő részeket takarítsuk minden erővel, utána jönnek majd az úttestek, és a végén pedig a belső udvarok, és azt gondolom, akkor az összes olyan balesetveszélyt elállítottuk, amit ilyenkor meg kell tennünk. Az őszi munkálatokkal kapcsolatban Mészáros László, a DVG park fenntartási ágazat vezetője arról tájékoztatta a stábunkat, hogy teljes kapacitással dolgoznak a városban. De ilyenkor az avargyűjtés csak az egyik feladatuk, hiszen ilyenkor más, aktuális feladataik is vannak. A héten elkezdtük a lomgyűjtést a városban, első körben a frekventáltabb területeken, a forgalmasabb területeken kezdjük el a lomgyűjtést. Ezeken sokkal többször végig is fogunk menni a tél folyamán, mint a belső udvarokon. Nyilván itt is föl fogjuk szedni a lombot, mindenkitől türelmet kérünk, de a forgalmasabb, frekventáltabb területeken többször fogunk végig menni. Nem csak a lombgyűjtés az őszi feladatunk, hanem ugyanúgy továbbra is mennek a metszések, sőt ilyenkor szoktuk beütemezni az ilyen lombkon alakító metszéseket, illetve az olyan fáknak az alakító metszéseit, amit inkább nyáron áttolunk ide, hogyha lehetséges, hogyha nem balesetveszélyes a fa, mert ilyenkor sokkal jobb ezeket az ápolásos metszéseket elvégezni. Hiszen a fert.